Na, szóval akkor jönnek az érdekességek, ugye mehetünk tovább, kérem szépen, és lehet mászni. Tudunk mászni, tök jó. Szóval fölmászunk és belekapaszkodunk szépen a négyzettel, ugye, ami eddig igazából semmire nem volt jó. Jó, de a lényeg az, hogy most már tudunk mászni ugye sziklákat, tehát ezért mondtam, hogy folyamatosan oldjuk ki a különböző képességeket, skilleket, lehetőségeket, és bőven megéri visszamenni a régi helyszínekre, azon egyszer oknál fogva, hogy amiket korábban nem értünk el, azokat az új skillekkel bőven igen. Jó? Tehát nem csak ilyenek lesznek, hanem nem spoiler, tehát ez azért már régóta megy, nem csak ilyenek lesznek, hanem későbbiekben például ugye a nyilat is lehet fejleszteni, tehát lesz majd olyan, amivel például tudunk hidat csinálni magunknak, és többi, és többi, tehát tudunk majd erősebben kapaszkodni a nyilba ilyen kötéllel, és lehet elhúzni dolgokat, szóval tök jó dolgok lesznek még itt igazából, folyamatosan oldjuk ki őket, és tényleg, ha valaki felfedezni szeretne, nem kötelező, nincsen backtrack, tehát végig lehet tolni az egészet úgy, hogy soha nem megyünk vissza az előző helyszínekre, de hogyha valaki esetleg ilyeneket szeretne, az nyugodtan megteheti, jó? Például azt is meg lehet tenni, amiket én meg fogok tenni egyébként a játék során, ahol van rá lehetőségem, hogy bemegyek a különböző ilyen sírokba, és szépen kiposztom őket, mert Tomb Raiderek vagyunk, ugye? Tehát, hogyha nem szeretnénk Tombot raidelni, akkor ne játszunk Tomb Raiderrel. Köszönöm szépen. Automatikusan gyújtja egyébként, hogy lássunk bármit az égvilágon, tehát ez nem én voltam. Azért figyelnek ránk a készítők, jó? Lehet, hogy ezt el fogom bénázni, lehet, hogy sokáig tart, nem tudom, nem emlékszem sok mindenre, de komolyan, tehát nem platináztam ki ezt a játékot, de kb. Az utolsó fámászó mókusnak a seggébe is belenéztem, hogy milyen loot van nála, szóval, ja, eléggé sok mindent meglestem. Úgyhogy majd menet közben ki fog derülni, hogy most mit kell csinálnom. Nézzük. Tomb of the Unworthy. Van itt egy ilyen tüzecske. Egy skill pointom van, gyerekek? Van egy skill pointom. Szóval akkor mire adjunk? Survivor vagy Hunter? Hunter steady shot, Unbound Capacity nem. Nem, nézzük. Csak azt, hogy Survivorra tegyünk valamit. Azt mondja, hogy Animal Instincts, az nem érdekel. Survivalist, extra loot, advanced salvaging. Legyen ez jó, tehát hogy plusz salvage-et kapunk, hogyha valamit kibontunk. Ez kell, ez hasznos. Na, akkor most merre? De főleg mit? Nem az, hogy merre, mit? Hűha! Jó. Rendben van, akkor áldozat, gyilkosság, kibaszott zsákok. Rendben van. Ezeket el tudom égetni, vagy nem? El tudom égetni, oké? Jó, gondolom, akkor fölemelkedik, hogyha elégetem. Azaz, őt is. Mondom én, ez az kiváló, oké. Na most, itt mi van? Itt mi van, ezt nem is néztem. Oké. Tehát tudom lőni, vagy nem? Nem, azt nem, oké. Akkor most még egy följebb tudok menni, vagy... Aha, megfogtam, fölmászunk, jó. Akkor valami itt van, mert merre felek tudok még menni. Az oké, hogy arra át, de... Arra föl tudok mászni, vagy nem? Nézzük meg. És föl tudok, kiváló, oké. Megfejtjük menet közben, jó? Tehát attól nem kell félni, hogy el fogunk akadni menet közben. Nem annyira bonyolultak egyébként a külön... Hogy ez ennyi volt? Ez sokkal könnyebb volt, gyerekek, mint az előző, jó? Tehát sokkal könnyebb volt. Kincsecske? Hó! Ha! Hé! Oké, rendkívül sok XP-t kaptam, és van még egy skill pointom, ami azt jelenti, hogy ki fogom tudni használni. Akkor menjünk oda, és toljunk magunkra még egyet, jó? Mert miért ne? Azt mondja, hogy gearből mi tudunk még csinálni? Most már tudunk, igaz, a bow upgrade-et. A nyilat mindenképpen fejlesztétek, jó? Amilyen szinten csak lehet.
Szóval azt mondja, gyorsabban tudunk lőni, hogyha ezt föltolom. Oké, gyorsabban is lövünk, aztán utána change item. Mi van még nálunk? Nem. Hogy mást még nem tudok? Csak ezt, oké. Ja de, handgun, oké. Mit tudunk vele csinálni? Azt mondja, hogy longer magazine. Nem. A pontosság az mondjuk nem egy rossz dolog, de... Ja. Legyen pontosság, oké? Aztán majd utána kitaláljuk, hogy mire tudunk majd föltolni. Illetve hogy a menet közben lehet találni egyébként különböző fegyverekhez, különböző, mi az isteneket, alkatrészeket is jó. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy lehet fejleszteni, hanem lehet kiegészítőket is találni. Ez tök pozitív, szerintem. Tehát miután ugye különböző kiegészítőket megtaláltunk, utána pedig lehet átalakításokat végezni a különböző fegyverekkel, ami szerintem egy totálisan jó mechanika egyébként. Ha nem csináljátok, úgy is lehet élni. Legfeljebb lassabban lő, akkor kicsit jobban figyeltek, többször fogtok kitérni. Nincs ezzel semmi baj az égvilágon. Hogy lehet ilyet is csinálni? Oké, és akkor vannak rewardok, jó. Na most a térképen meg lehet nézni egyébként a különböző lootokat, hogy miket fogtok megtalálni. Ja. Most engem annyira nem izgat. Próbálok egyébként relatíve gyorsan haladni, tehát gondolom, aki látta az utóbbi dolgokat tőlem, az tudja, hogy én amúgy sem vagyok a különböző ilyen open world dolgoknak. Ez komoly? Amúgy sem vagyok a különböző open world dolgoknak a nagy híve. És ezt még nem is mondanám open worldnek, viszont az biztos Isten, hogy nem szeretnék annyi időt pöcsölni vele, mint amennyi egyébként lehetséges. Jó, 100%. Na. Arra nem tudok fölmenni, akkor megyünk odébb. Valahol csak föl tudok megugrani, bakker. Nem? Akkor marad ez. Jó. Szóval tettem egy kis tiszteletbeli kit. Mit csinálok? Édesanyám, jó. Ja. Ez nem platformer, jó? Tehát erre számítsunk, hogy nem is Dark Souls mondjuk, tehát hogy lezuhanjunk minden egyes kis apró szarság után, de mindegy. Apróság, apróság, apróság. Na, akkor még egyszer visszafele, jó? Tehát lényeg az, hogy följebb kell jutnom nekem, föl kell mászni a sziklákon. Kicsit jobbra, kisanyám, jó? Köszönöm. Okés. És akkor most ott fölfele. Gyerünk! Ja, szerencsére annyira nem nehéz egyébként kapaszkodni, de mindegy. Szóval, idáig még eljutottam, ugye? Na most pedig akkor arra, oké. Jó. Nem megyünk be a sírboltba még egyszer, hanem megyünk tovább a hídon. Tökéletes. Csak elvileg föl a sziklán, ugye? Aha. Itt van valami, vagy nincs? Nem. Ott csak le tudok ugrani. Arra már voltam, farkasverem. Akkor föl. Akkor föl. Jaj, ezt elcsesztem. Ezt elcsesztem. Elfelejtettem, hogy itt ilyenkor leesünk bakker, tehát hogyha nagyon szélén vagyunk. Oké, és kiváló. Na. Most pedig akkor... Következő szikla. Következő szikla. Gyerünk. Megvan! Éppen megvolt, bakker. Éppen megvolt. Ez nagyon-nagyon necces volt. És ott vannak a barátaink, ugye? Bazd meg! Rossz fegyvert tettem elő. Bukjatok le, jó? Honnál már megvan végre? Egy fej. Headshot két csével. Íbazd meg! Ez pánik, bassza meg! Oké, semmi baj, semmi baj. Semmi baj. Leesett, oké, kiváló. Haverja hol van? Van egyáltalán neki, vagy csak ennyi volt?
Csirke! Gyerünk, gyerünk, gyerünk valamit. Oké. Okay. Tudod, sok gyilkosság után egy kis csirkehús az nem baj egyébként. Minimál XP-t ad, de egyébként legalább ad. És amúgy elvileg azt is lelőhettem volna, hogyha nem vagyok ilyen kis balfasz, de nem vettem észre, nem mindegy. Szóval, megyünk tovább. Oké, még egy kis, igen, valamilyen nagykövetnek a cuccai. Szóval most ugye nekem föl kell jutnom, ami azt jelenti, hogy ugrálunk egy picit, oké? Ezt is kinyitjuk, mert miért ne? Oké. Szerencsére ezeken meg lehet kapaszkodni, szóval akkor tudjuk, hogy merre kell menni. Kiváló. Okay. Köszönöm szépen, azt mindenképpen szeretném jól. Tehát ez tök poén egyébként, hogy nem sokat számít, de mégis valamiért szerintem minden játékos annyira örül neki, hogyha nem csak úgy hozzájut a loothoz, hanem kicsit dolgozni kell. Jó, pszichológia. Meg is van, kiváló. Oké, és akkor elvileg nekem arra kell menni, szóval akkor... Kettes szikla, azaz. Kiváló, köszönöm szépen. Ne, azért csak nem szakadnék le, bassza meg. Elkúrtam. Na, akkor még egyszer neki tudjuk, jó? Azaz, bullet time van és... Megkapaszkodás. Úgy né. Itt vagyok, nyugi. Did you find Sam? We're still on the trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Jó, na menjünk be. Nem vagyok intruder, baszod! Hagyjál már békén, te pénisz! Anyád kinyját, na. Meghalt valaki, vagy nem? Jaj, de aktívak vagytok! Na. Baszki már! Ez a baj, hogy visszaüt a pisztoly. Tehát annyira nem könnyű. Nem baj. Tudjátok, itt kicsit odébb jövünk, aztán megoldjuk, jó? Bárha odébb tudnék jönni. Buktad! Mondom én! Oké. Még egy van ott valahol. Gyerünk. Dugja pofát. Erről van szó. Na. Ez gondolom, hogy nem lehetetlen egyébként megcsinálni a dolgokat, illetve nagyon javasolja a játék, hogy sunyuljatok. Én most rendkívül elcsesztem, na mindegy. Ez van. Túléltük, hála Istennek egyébként nem kell keresni gyógyító dolgokat, hanem igazából csak el kell bújni addig, amíg fölgyógyulunk. Szóval ez egy tök pozitív dolog. Lootot ide! Nézzük csak, akkor mennyi van belőle. Azt mondja, hogy... Hát, nem elég. Maradjunk annyiban, jó? Maradjunk annyinál. Abból baj nem lehet. Valami lesz itt, azt tuti.
telling you, Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, is this little fox, huh? Yeah, she's cute, huh? Yeah, cute, yeah. Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old and smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water it was. So I give it a real Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. All right, can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got it. Good Lord, cut! 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 Cut. Is he coming back? Dr. James? I'll go get him. World-renowned archaeologist. I discover... The world-renowned archaeologist, fish, Mr. Dr. James Whitman. It's a fish. It's just a fish. It's fine. It's just You're a gonna fish. Be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that in one of your father's digs. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Mm. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Szóval azt is megtudtuk, hogy a kis gyökér prof az nem csak hogy gyökér egyébként, hanem ilyen különböző valóságsós gyökér, jó? Nem mindegy egyébként, hogy melyik vagy a kettő közül. Szóval még patkányokat is felfedeztünk, oké. Okay. Jó, szóval arra fele kell mennünk, ugye ez sokat segít, még ha minimálisan is. Hey! Get that damn gun off me! Ki merre néz? Ha? Nem ide néz, oké. Okay. Egy fej mínusz. Tökély, oké. Okay. Haverját is, ha már itt van, gyerünk. Azaz, oké. Okay. Igazából azon gondolkodom, hogy szerintem egyébként mindenkit le tudok szedni itt menet közben. Bár nem biztos. Valaki ott is van. Meg lesznek még itt mások is, azt tudjuk. Lényeg az, hogy lámpa ne jöjjön rám, és akkor boldog vagyok.
Lámpát ki tudom lőni? Amúgy. Aha, ki tudom, oké. Surprised they even work after so many years. Ott van a csávó elvileg, és ha jól megy, akkor egy fej mínusz, azaz. Gyerünk! Hol vagytok még? Ott van még egy csávókám, bakker, és majdnem benéztem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Faszom már! Oké. Okay. Ott is van egy gyerünk, buksiba. Legalább ívott egy kortyot előtte. Jó. Na gyerünk, nézzük! Ki van mégis, hol van? Pirosat nem látok, ami pozitív. Oké. Okay. Az azt jelenti, hogy ha pirosat nem látok, hogy ami itt van, az már csak útolásra vár. Oké? Okay. Gyerünk, 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 gyerünk. Ott is hagytam még valakit, ez az. Ott fönt is van még, és mehetünk tovább. Elvileg, aztán majd mindjárt kiderül. Ha jól emlékszem, itt a ficakban is van egyébként valami növény, amit föl tudok szedni, majd mindjárt megnézem. Nem biztos, de... Ja, nem növény, doboz, vagy mi a fene. Azaz, kiváló, okés. Hüpp. Na. Balba trükk van, bazeg. Na. Itt semmi. Jó, itt semmi. Kezdenek elfajulni a dolgok azért szépen lassan. Na. Nem. Fullon vagyok, nem is kell. Ott van még egy csávókám, azt megpróbálom hátulra lesúnyulni. Hegesztés közben csúrikám pedig ő csak dolgozik. Azaz. Gyerünk. Úgy. Tökéletes. Most ezek fölfelé mentek, vagy lefelé mentek? Nem tudom, hol vannak, de biztos jó helyen. Oké, és gyerünk, kincsecske. Na, találtam egy bronz kínai érmét. Tökéletes. Gyerünk. Kerüld már ki, Lara. Baszott. Jó, ő meghalt, oké. Ott is van egy csávó, úgy kéne leszednem, hogy ne vegyék észre a haverjai. Nem mozdulj már! Oké. Okay. Ott is van még egy, őt is ki kell szednünk onnan. Gyerünk. Oké. Okay. El kell bújnom gyorsan, gyerünk. Tudod, hogy valahonnan jönni fognak még. Nagyon dumálnak a kívülállóról, aki igazából én vagyok, jó? Tehát ez annyira nem fasza. Ott is van az egyik. Ez fölgyújtott a saját magát, a kis pénisz! Oké, és ez eddig jó volt. Jó, talán most már nyugton van, mindjárt megnézzük, de... Elvileg nyugi van. Aha, ja, tök nyugi. Csak ugorják át itt. Ez az, megvan. Megvan. Minden zugot átnézek azért biztonság kedvéért, mert a játékok szeretnek olyan hely... Aha.
A játékok szeretnek olyan helyekre rejteni dolgokat, ahova nem szeretnénk menni első körben. Tehát ösztönösen ugye terelget minket, tehát ez egy teljesen más művészet. Teljesen más művészet, jó? Tehát egy, ennek a pszichológiáját megtanulni, hogy hogyan kell fölépíteni egy pályát úgy, hogy te arra fele menjél, amerre szükségük van rád, az nagyon-nagyon fontos. Lőszer nem kell, akkor megyünk tovább. Érünk. Megint van valaki valahol. Úgy hallom, csak fölöttem, szóval ez pozitív. Oké, és még egy napló bejegyzés. XP sosem baj egyébként, hogyha van, jó? Sosem. Gyerünk. Oké, és elzártuk a mérges gázt. Ezzel be tudok menni? Nem. Ezzel nem tudok bemenni. Meg volt egy ilyen kedves kis felirat, hogy senki nem távozik, ugye? De én fogok, 100%-ig fogok. Ki nyöszörög és miért nyöszörög? Oké. Jó. Kiváló. Lara az egy kibaszott ninja gyerekek, de komolyan mondom. Azaz, gyerünk. Tehát az a jó egyébként abban, amit én csinálok, hogy itt csúnyulok össze-vissza, hogy ezeket hard módban is meg lehet csinálni egyébként. Tehát legutoljára, amikor játszottam, akkor úgy játszottam, tudom, mert megnéztem a előző mentéseimet. És úgysem nehéz a játék egyébként, hogyha tudjátok, hogy mi az istengyilát csináljatok, jó? Tehát ez pozitív. Jó, menjünk tovább. Ennyi, oké. Nincs pánik. Jó. Elfelejtettem, hogy itt van, de nem baj. Oké? Nem baj. Arra nem megyünk. Futi, futi, futi. Elvileg többen már nem jönnek, szóval teljesen faszák vagyunk. Na most itt egyébként érdekes ez a dolog, hogy van egy ilyen kis mellékszál, ezt mutatom, hogy ezeket a cuccokat, hogyha ledobjátok, fölgyújtjátok, ezért jár plusz XP, hogyha az összeset összeszeditek, jó? Tehát vannak ilyen challenge-ek, amiket meg lehet csinálni. Nézzük csak. That glass looks weak. Gyerünk. Szerintem ez nem az volt, amit kellett volna tennem, na mindegy. Nem. Biztos, hogy nem az. Fölmászni nem tudok vele, jó? Oké. Okay. Akkor menjünk át, rendben van. Az meg mi? Oké, okay, zárjuk el, mielőtt bár... Ó, nem zárjuk el! Na, akkor futunk fölfele, ugye, ugyanarra, merre voltunk, erre vissza. Úgyni. Na most akkor kicsit meglepjük őket, oké? Okay? Gáz az rendkívüli módon gáz, viszont nem annyira problémás, mert hogy fogom magamat és szépen itten... Na beszélgessetek. Heh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 
Kiváló. Na, akkor beszélgessünk egyet. Szávasz, öreg. Justin, please. Megkönnyörüljünk rajta. Megkönnyörülünk, jó? Just kill me now. Nem így, nem így, nem így. Lássa, hogy mit csinálunk, jó? Figyelj. Fókuszál, belenéz szájába. Azaz. Jó? Azaz.